Tóth Gábor, a Wosinski Mór Múzeum régésze mutatta be nekünk a tárgyat. Utóbbi időben elsősorban középkori falvakkal foglalkozom, itt Szekszárd környékén. Ugye kevesen tudják, hogy a középkorban, illetve a török korban is számos település vette körbe Szekszárdot. Sajnos ezek elpusztultak a 15 éves háborúban, az 1591-től 1606-ig tartó háborús években. Ekkor pusztult el többek között Tolna is, ugye Tolna újra települt, Szekszárd is támadás áldozatául esett, Szekszárd is újraépült, de a környékbeli kisebb falvak sajnos azok véglegesen elnéptelenedtek, elpusztultak, és ezekkel a falvakkal foglalkozom az utóbbi időkben, és a hónap műtárgya is egy ilyen településről származik. A Szekszárdtól nyugatra található Sötét Völgy, illetve Fazekas Völgyben egy középkori 14. századi eredetű település található. Ez az írott források alapján valószínűleg a Kisbad faluval azonos. Ez a faluról a 14. századtól a 16. század végéig vannak írott források, illetve a 17. századból is vannak, de ekkor már vagy pusztaként említik, vagy nagyon gyérszámú lakossággal rendelkezik az írott források alapján. Tehát a virágkora az a 14-15-16. Század. Meglepően a 16. században is már a török korszakban a legjövedelmezőbb a falu, tehát a törököknek adót fizetnek, és a törökkori összeírásokban, adó összeírásokban jól látható, hogy évről évre egyre több adót fizetnek a töröknek, tehát az utolsó írott adatunk 1595 tájékáról, ott már 43 ezer akcsét fizetnek a törökök, tized, illetve különböző adók összességében, tehát ekkor fizetik a legtöbbet, korábbi időkben ilyen 20 ezer akcsét fizetnek, tehát a 16. század végén prosperál leginkább a falu. Ez a hónap műtárgya egy textilplomba, tehát a középkorban a posztókat, illetve vászon tekercseket megjelölték ólomplombákkal. Ugye ez egy védjegy volt, tehát a jó minőségű textilgyártók ezzel jelezték, hogy az ő terméke az adott göngyöleg, és hogy ugye biztosítja, hogy az a termék az első osztályú, vagy nagyon jó minőségű, de ugyanúgy a középkorban is ezeket ugye hamisították, tehát magát a terméket ugye rosszabb minőségben legyártották, viszont ezekkel a védjegyekkel látták el, és ezáltal felértékelődött az árunak az ára, és tehát több pénzért tudták eladni ezeket a rosszabb minőségű termékeket. De azt kell tudni, hogy ez a posztóplomba, ez eredetileg Angliában készült, tehát az eredeti változata. Tehát az angol szövetek, ugye a 16. században nagyon jó minőségűek voltak, híresek voltak, és ezt exportálták ugye Európába, vagyis hát a kontinensre, és ugye ezt már a németek is olykor-olykor hamisítják, de most úgy tűnik, hogy Magyarországon van egy ilyen hamisítási centrum Gyula Békés Csaba környékén, hogy az ottani posztókészítők láthatták el ezekkel az angol jellegű plombákkal a törökök, vagy hát a törököknek bedolgozó magyarok által készített textileket, és ezeket próbálták ugye hát jobb minőségben, jobb árba eladni ugye a silányabb termékeket. Az eredeti angol plombák azok általában évszámmal ellátottak, tehát rajta van a készítésének az évszáma. A Magyarországon talált plombákon ez hiányzik, és a felirata az is, tehát az angol változatokban ott pontos a latin felirat, itt a magyarországi változatokban sokszor felcserélődnek a betűk, vagy hiányoznak betűk belőle, tehát hogy a másolók annyira nem figyeltek rá, hogy
teljesen tökéletes legyen az a hamis plomba, és így azért avatott szem észre tudja venni ezeket a különbségeket. Bár az idő már egy kicsit megviselte a plombapárt, közelebbről megvizsgálva még felfedezhetőek sajátos külső jegyei. Nyilván a hamisításból eredendően a szövege kicsit zavaros, vagy betűk fordítva állnak, vagy hiányoznak. Az előlapon, amit most fogok, ezen a négyes osztatú címer pajzsban az angol címer látható, két ágaskodó oroszlán, illetve unikornisokat kellene látni benne. De nyilván kopottságból eredendően ez nem igazán látható. A körirata pedig az angol tércallagrendnek a szövege, latinul most nem mondom, hanem magyarul annyit jelent, hogy rossz, aki rosszra gondol, tehát ez van ráírva, ez volt a jelmondata a lovagrendnek, illetve a hátlapon ez a sok szirmú rózsa, ez pedig a tudorháznak a jelképe, tehát ez az angol tudorrózsa, a plomba pedig igazából a németországi másolatnak a másolata, tehát hogy azért is ilyen romlott már a körirata, illetve a címer is eléggé rossz állapotban látható rajta.